Sziasztok, Dóri vagyok, köszöntök mindenkit újra itt a csatornámon. A mai napon egy smink videót hoztam nektek, és nem is akármilyen smink videó lesz ez, ugyanis egyetlen egy szettet fogok benne használni, na jó, egy-két smink termékkel ki fogom azért egészíteni, de a lényege az, hogy egy monokrom sminket fogunk elkészíteni, és ezt a Candy K szettet fogom hozzá használni. Még karácsonyra kaptam, csak nem érkezett meg, most érkezett egyébként meg egy hete kb. Elég sokat ült rajta a magyar posta, szokásukhoz híven. Ennek a szettnek az a lényege, hogy Kylie, amikor elkezdte forgalmazni a sminkjeit, akkor legelőször pár darab rúzzsal jött ki, folyékony rúzsokkal, és az egyik köztük a Candy K volt. Ez mai napig az egyik legsikeresebb színe igazából, és ahhoz a rúzshoz megálmodott most egy egész szettet, mindegyik fajta smink, ami ebben a dobozban található, azon a rúzson kívül, ugyanaz a szín, tehát így egy ilyen monokrom sminket lehet vele elkészíteni, található ebben a szettben szemhéjpúder, akkor egy highlighter, egy pirosító, szájceruza, egy matt rúzs és egy velvet rúzs. Szóval ezeket a sminkeket fogom használni, és hogyha érdekel titeket az, hogy hogyan készítettem el ezt az egyszerű monokrom sminket, akkor tartsatok velem. Már fölvittem a primert, raktam föl alapozót, korrektort, púdert, bronzosítót, és megcsináltam a szemöldökömet, úgyhogy igazából most már tényleg csak az van hátra, hogy a Candy K szettel kisminkeljem magam. Szóval nézzük is először, hogy hogyan néz ki maga a szett. Szerintem először kezdjük a szemfestékkel a sminket. Mutatom is, hogy milyen közelről. Mivel ez egy kétrészes szemhéjfesték, nem lesz egyáltalán egy komplikált smink. Most először is ezzel a matt szemfestékkel fogom kezdeni a sminkemet. Így a mélyítő vonalba viszem föl, és akkor utána majd szerintem ugyan arra a vonalra fog rákerülni a csillogós. Nagyon szép rózsaszín színe van egyébként ennek a szemhéjfestéknek. Szerintem igazából ez a szín mindenkinek jól áll, maga a szemfesték pedig pigmentált, és könnyen lehet vele dolgozni. És most akkor még annyival kiegészítem ezt a sminket, hogy rakok egy kis tusvonalat, hogy legyen benne valami extra. Először a közepes barnával fogom kihúzni a szememet, aztán meglátjuk, hogyha nem túl erős, akkor váltok a sötét barnára. A szempillaspirálból az örök kedvencem, ez a nagyon-nagyon olcsó, lovely szempillaspirál, amivel szinte ilyen drámai műszempilla hatást lehet elérni, és körülbelül szerintem maximum 900 forint. Nekem már sajnos kevés van benne, úgyhogy vennem kell, de most azért megpróbálom még ezzel kifesteni a szememet. Egyébként mindig ilyenkor jut eszembe, hogy szempillagöndörítőt is kéne használnom a szempilla spirál előtt, de most már teljesen mindegy. A szemem akkor el is készült ezzel a Candy K szettel plusz egy kis kiegészítéssel. Ilyen lett. És akkor most rátérhetünk a pirosítóra és a highlighterre. Ezek is a Candy K-nek a színei. Először a pirosítót fogom föltenni, aztán pedig a highlightert.
rosszul most így, hogy már rajtam van a pirosító, meg a, ugye a szemfesték is, hát tényleg nagyon jól néz ki együtt, hogy ilyen ez a monokróm. Mert ugye van még egy szájceruza, ezt fogom most használni, utána pedig a rúst, ugyanis én még Kylie is rúst nem próbáltam, csak ezeket a folyékony formulákat, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek milyen lehet az állaga, a fedése, úgyhogy most ezt fogom kipróbálni. Eléggé pigmentelt ez a ceruza, ez a szájceruza, úgyhogy azért óvatosan kell vele rajzolni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a mai smink videó, hogyha igen, akkor mindenképp nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni az oldalamon, akkor azt írjátok meg mindenképpen nekem kommentben. Ne felejtsétek el, minden szerdán új blogposzttal, és minden vasárnap új videóval jelentkezem, szóval hamarosan találkozunk. Sziasztok!